A lélek azonban, hogy rengeteg mindent hozzon be ide, és itt már szépen bemászott a tudatom terébe, hogy én ebből mit fogok felfogni, valójában mivel akarok én azonosulni, mert itt tovább folytatódik az, és itt már konkrétan a valóság két leképeződésnek azt a folyamatát akarom itt felrajzolni, hogy itt a tudatom, a léleknek kell egy szer, egy észlelési szer, hogy a tudat által tudatosítva legyen. A megfigyelőnek észlelnie kell a megfigyelt dolgot, magamat is meg tudom figyelni folyamatosan, és milyen minőséget helyezek bele. Önmagunk újra meghatározás, ezt így szoktuk mondani, újra definiálás, és ez a lélek csak akkor tudja ezt a tökéletes isteni minőséget, azaz a tökéletes másunkat megnyilvánítani, hogy a tudat ezt felismeri és ezzel egyetért. A tudat egyetértése nélkül nem fog történni semmi. És ezért van az, hogy fontos behozni a tudatot, mert a tudat nélkül a lélek nem tudja megnyilvánítani a fényét.